Kedves nézőink, a weekend mai adása a Halloweenről fog szólni, hogyha nem is teljes egészében, de minden beszélgetést kapcsolunk majd egy kicsit ehhez a furcsa ünnephez. Rögtön az elején például a sminkekről fogunk beszélgetni, Sőrésné Erikával, és hát mondhatom azt, hogy gyönyörű modelljével, meg hát Erika rajtam is dolgozott. Mennyire különleges igényekkel keresnek meg ilyenkor Halloween táján, mondjuk a sminkek tekintetében? Azt hiszem, hogy pontosan ez az az ünnep, igen, amikor nincs lehetetlen. Minél rondább, gusztustalanabb, véresebb, annál jobb, annál rémisztőbb, és mindenfélét kérnek. Ugye gyerekek is, felnőttek is, hát a zombitól kezdve a leszakadt arc, koponya, amit látjuk, hogy emesének is az van. Úgyhogy itt ki lehet élni a kreativitást, a fantáziát, úgyhogy mindent lehet. Hát a szépekből lehet ugye tulajdonképpen ezzel a sminkkel egy kicsit csúnyát csinálni, mert hát egyébként a sminknek az lenne gyakorlatilag a hatása, hogy, illetve nem is a hatása, végül is a szándék a sminkelésben, hogy az ember sokkal szebb legyen, illetve hát az előnytelenebb oldalokból valamiféle szépséget vagy előnyt kovácsoljunk. De ebben az esetben ugye nem erről van szó. Emese, mit szóltál, amikor megláttad magad a tükörben? Hát nekem nagyon tetszett, mert hogy ugye a fele ijesztő, a fele pedig szép. Félig szépség, félig szörnyetek. Voltál ilyen hasonló buliba, ahol nem. Tényleg megdöbbentően néztek ki az emberek? Nem, még eddig nem. Na hát akkor lehet, hogy mi leszünk az inspirálók, és többen választják ezt. De azért nem csak ilyenkor ünnepek táján keresik meg a profi sminkest, hanem szerintem már egyre gyakoribb az, ugye? Így van. Hát ugye az egyik legfontosabb az az esküvők, ugye a mennyasszonyok. Jönnek a báli szezonok, a karácsony, szilveszter, úgyhogy minden évben, hát van, aki napi szinten is képes eljönni egy profi sminkre. Minden esetre ezeket a különleges halloweeni sminkeket, tehát ebben az időszakban javasoljuk, érdemes kipróbálni. Mennyire tartósak ezek? Mert hogyha az ember egy esti buliba megy, akkor azért nem mindegy, hogy reggel is ugyanúgy néz ki. Mondjuk egy zombinál nem tudom, hogy mennyire az nagyon tartós. Fontos. Az tartós? Az tartós, igen, mivel hogy ezek ilyen latex, ilyen hát kimondottan speciális anyagokból készülnek. Ami emesénknek van, ez vízbázisú. De mivel, tehát medencés partira nem javasolt. Isten őrizzen, igen. De viszont, hogyha ez alá is használunk egy valamilyen bázist, amitől tartósabb lesz, de viszont igen, ez hamarabb el tud kenődni. Óvatosan kell ezzel a sminkkel bulizni. Hogyha valaki tényleg profi, mint te, akkor akár fél óra alatt is képes egy totális metamorfózist végrehajtani a kuncsafnyán, de van, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak az arcát sminkelik, hanem mondjuk tovább megy kéztest. Mi a legnagyobb felület, amit esetleg érdemes egy ilyen buliban beáldozni, mondjuk? Hát ez attól függ, hogy milyen ruhában lesz, ugye, hogyha a háta nyitott és a hátára akar egy nagyobb sebb helyet, akkor ugye oda csinálunk egy nagy sebb helyet, jó sok művérrel, annál érdekesebb és rémisztőbb. És ez egy ilyen fél óra körülbelül elkészíteni. Azért, én nem javaslom, hogy valaki rögtön ezzel otthon kísérletezze, mert esetleg balul is elsülhet, hogyha nem ismeri ugye az anyagoknak az összetételét, esetleg valamiféle olyan irritáció léphet föl. Így van, mindig utána kell nézni, ki kell próbálni, hogy nem-e okoz allergiát. Viszont nagyon sokan csinálnak házilag ilyen latex, ilyen, ami a bőrt helyettesíti, és égési sérüléseket tud okozni, mert fölhevíti olyan szinten, és felteszi a bőrére, úgyhogy ezt nem szabad. Ha valaki otthon akarja csinálni, akkor nézzen utána, és profi termékeket szerezzen be, vagy pedig menjen profihoz. Így van, én is ezt tudtam javasolni. Még egy nagyon pici időnk van, Erika, ha nem csak a Halloweenban gondolkodunk, hanem egy kicsit az őszben. Van az ősznek valamiféle olyan színe, színárnyalata, vagy új trendje, ami mondjuk most a sminkben? Általában, ugye már minden évben ezt halljuk, hogy hát az őszi színek, természetesen őszi színek. Nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy melyek azok az őszi színek. Ha valaki szeretné tudni, hogy
csinálják az őszi színek, akkor ki kell menni a szabadba. Most nagyon sokat látjuk a faleveleket. A bordó összes árnyalata, a zöldnek, a barnának, ezeket nagyon nyugodtan lehet használni, és persze a piros rust, amit mindig el szoktam mondani, mert hogy ugye az is nagyon divat lesz. Örökös divat. Ha most te mész majd egy ilyen halloweeni partira, akkor mit sminkelnél magadra? Zombit. Zombit? Igen, igen. Én azt nagyon szeretem csinálni. Én nagyon szeretem, hogy ilyen nagyon rémisztő legyen, brutál legyen. Én nem félek a zombiktól, úgyhogy zombit. Ehhez aztán persze érdemes jelmez és hajviseletben is. Nem? Elég a smink? Igen, elég a smink, felveszek valamilyen fehér pólót, azt jó összetaposom kint a földön, az aszfalton vagy valahol, ráteszek egy kis művért, egy kicsit kiszaggatom, a hajamat feltupírozom, egy pár levelet beledobok, és kész, készen van. Nos, még egy dolog, ha már itt említetted azt, hogy tényleg óvatosan kell bánni ezekkel a termékekkel, azért mégiscsak igénybe veszik egy kicsit a bőrt. Talán arról is beszéljünk, hogy a parti után hogyan kell szakszerűen ezeket lemosni, mert hát ez nem javasoljuk, hogy ágyba bújjon vele, ugye? Hát az, aki ilyen semmilyen sminkben sem ajánlom azt, hogy lefeküdjünk aludni. Természetesen... Először alaposan lemosuk szapanos vízzel, aztán egy kis micellás vízzel, de tudni kell, hogy a micellás víz után mindig használnunk kell tonikot. Uh-huh. Mert a kettő akár... nem ugyanaz? Nem, a micellás víz képez egy ilyen réteget a bőrön. Ezért a tonikkal visszaállítjuk a pH értékét a bőrünknek, úgyhogy nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában. Hát ezzel most én sem voltam tisztában, és a toniknak annak a bőr pH érték... Ő visszaállítja a bőrnek. Igen, de mondjuk mi van, zsíros a bőröd, száraz, ez különböző? Kimondottan vannak most már ugye tonikok, száraz bőre, zsíros bőre, kombinált bőre, úgyhogy mindenki menjen el kozmetikushoz. A kozmetikus meg fogja mindenkinek állapítani, hogy milyen a bőre, és úgy kell kiválasztani a tonikot. De a micellás vizet mindig le kell tonizálni. Értem, és akkor utána jön a hidratálás. Hát az pedig, hát természetesen, éjszakai krémet, ha ugye aludni megyünk, akkor éjszakait, nappal pedig nappali krémet használunk, egy hidratáló krémet. És egy ilyen jó kis buli után a hidratálást rendes vízzel is érdemes pótolni, mármint arra gondolok, hogy belülről is hidratálni kell a szervezetet. Így van, hát ugye... napi 2,5 litert a minimum azt meg kell inni. És akkor szép feszes bőre lesz mindenkinek. Hát köszönjük szépen a csodálatos vagy hátborzongató sminkeket, Erika, és hát jó bulizást ebben a kis különlegességben, amelyet Erikának köszönhetünk. Sminkem már van egy igazi halloweeni bulira, de hogy miről is szól ez az ünnep, azt talán inkább a nagyon fiatal generációtól tudhatjuk meg. Vendégem a város új diákpolgár és alpolgármestere, név szerint Ecsedi Noémi és Szikaszai Ákos. Sziasztok, jó estét! Sziasztok. Hát sziasztok. Olyannyira tudjátok, hogy miről szól, hogy Noémi teljesen stílusosan is igazi vámpíros jelmezbe bújtál. Először azért beszélgessünk arról, hogy egyáltalán mennyire változott meg a ti eddigi normális életetek attól, hogy most ezt a tisztséget megkaptátok. Elég friss még ez a dolog, hiszen még egy hete kaptuk meg ezt a pozíciót. Valószínűleg a szabadidőnk az lényegesen csökkenni fog, de én úgy gondolom, hogy ez megéri ezt a kis áldozatot, hiszen mindannyian úgy gondolom, hogy szívből jelentkeztünk, és szívügyünk a diák önkormányzat. És a diákok életének vagy hangulatának a jobb átétele. Mi az, amit ígértetek, vagy mi az, amire készültök, milyen terveitek vannak erre a ciklusra? Először is el szeretném mondani Noémi megállapítására, hogy eddig se volt túl sok szabadidőnk, de emellé éppen ezért az egyáltalán nem lesz probléma. Na tehát, amit most így összességében ígértünk a választóknak, akik szavaztak ránk, ugyebár az, hogy megpróbálunk szervezni egy teljesen jó diák életet, tehát több programmal, egy nagyobb egységgel, meg alapvetően az, hogy meglegyen bennünk egy ilyen öntudatféleség, hogy mi nyíregyházi diákok vagyunk. Tehát az, hogy ez a procedúra majd hogy fog zajlani, ez majd
meg fog látszódni, úgyhogy jövő héten kedden lesz az első összejövetelünk, így mint vezetőségnek az irodában, és akkor majd így körvonalazódni fog, hogy fog kinézni a közös munka. Mennyire tudtok ti ketten együtt dolgozni Noémivel? Szerintem egész jól, egész jól működünk együtt, igen. Tehát alapvetően az intelligencia szintünk teljesen megegyezik. Mind a kettőnkben van egy ambíció, hogy megcsináljuk azt, amit ígértünk és akartunk. Tehát szerintem egyáltalán nem ez probléma ilyen szempontból. Na, azért nagyon kíváncsivá tettetek, hogy mondjuk milyen terveitek vannak majd a felnőtt korra nézve, van-e már ilyen továbbtanulási elképzelésetek határozott? Nekem nem egészen. A jogi pálya, illetve a rendezvényszervezés érdekel most, úgyhogy a diák önkormányzat ezért is egy kiváló lehetőség számomra, hiszen így mind a kettőbe nyerhetek minimális betekintést. Ákos, te? Én szintén jogi pályára szeretnék menni, vagy azon belül nemzetközi jog és diplomácia és politika. Hát akkor tényleg a legjobb helyen vagy most, hogy erre a dologra gyakorolj. A legelső nagy bulit mikorra tervezitek? Mert azért a választóknak ugye az is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen jó hangulatú, valamilyen nagy parti. Tudtok-e már erről valamit? Az első rendezvény, amit szervezni fogunk, az a Városi Verébavató lesz, november 15-én, ha jól emlékszem. Nyilván ez főként a 9-es diákokat fogja majd érinteni, de nézőként szinte bárki csatlakozhat, úgyhogy várunk szeretettel minden érdeklődőt. Na, akkor egy picit kanyarodjunk vissza a műsorunk fő témájára, a Halloween-ra. Hogy érzitek, van-e ennek az ünnepnek, ennek a hagyománynak mondjuk Magyarországon a fiatalok körében lelkes követőgárdája, vagy sokan inkább ezt egy ilyen furcsa hóbortnak tartják, és nem gondolják, hogy nekünk Magyarországon bármit is tennünk kell Halloween-kor. Én úgy gondolom, hogy egyre népszerűbb, főleg a fiatalok körében ez az ünnep, hiszen egy óriási lehetősége a bulik szervezésére, úgyhogy nyilván szerintem senki nem hagyná ki ezt a lehetőséget. Hagyomány semmiképpen nem szerintem itt Magyarországon, illetve nem szabad megfeledkeznünk a mi ünnepünkről ez alatt az időszak alatt, de szerintem egyre népszerűbb a Halloween, főleg így a fiatalok körében. Volt valami ilyen személyes emléketek, élményetek, ilyen parti élményetek, ahol mindenki beöltözött, és furcsa jelmezekbe vagy maszkokba bújt? Alapvetően nem, így se a családi környezetem, de se így az utcában vagy a városban nem volt annyira jellemző ez. Tehát nálatok nem volt, sem cukorkát nem gyűjtöttetek. A mi iskolánkban viszonylag népszerű ez az esemény. Iskolai programot is szoktunk általában építeni rá. A tavalyi évben részt vehettem egy ilyen témájú rendezvénynek a szervezésében, és elég nagy népszerűségnek örvendett, úgyhogy szerintem idén is megszervezzük majd ezt a programot. Illetve sok osztálytársam szervezett, hát mondhatjuk, házi bulit, és elmentek csokit vagy csalokat játszani, és az volt az érdekes, hogy kaptak is tényleg édességet szinte mindenhonnan, ahova bekopogtattak. Na, akkor fedjék föl, hogy melyik intézményről van szó. Én a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója vagyok. Ákos? Én a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója vagyok. Akkor most talán a két iskola között is valamiféle ilyen testvéri kapcsolat kibontakozóban lesz, mert nektek azért tényleg nagyon komolyan kell együttműködni. Ugye most itt kettőtöket hívtuk be, de azért vannak segítőitek még, kikkel dolgoztok együtt? Mellettünk még ott van ugyebár a különböző jelöltek közül összeállított alpolgármesteri testület, tehát mi fogjuk alakítani az irodának az úgymond kemény magját. Uh-huh. Tehát emellé meg mi be fogunk szervezni különböző embereket a programok kialakítására és ugyebár az érdekünk érvényesítésére. Emellett szeretnénk majd megvalósítani egy városidököt, ugyebár a diák önkormányzatok bevonásával, hogy meg tudjuk azt szervezni, hogy át tudjuk látni az iskolákat érintő ügyeket, vagy amit a diákok problémásnak hisznek és gondolnak. Uh-huh. Nemrégiben egyébként ugye megjelent a legjobb általános iskolások és középiskolások listája Magyarországon. Ti, hogy is mondjam, mennyire tulajdonítottok ezeknek jelentőséget, vagy van-e egyfajta rivalizálás a különböző közép és általános iskolák között, hogy érzitek? Én alapvetően kétlem, hogy most olyan mértékű rivalizálás lenne. Például itt Nyíregyházán a Zrínyi Kölcsey Krúdi között. Most nyilvánvalóan van egy ilyen előítéletesség, hogy jó, hát most rivális iskola, most ez nyilvánvaló, de most így
ezentúl kétlem, hogy bármilyen hatása lenne ennek. Most igen, versenyeken, hasonlókan, rendezvényeken összecsapunk, de most ez teljes mértékben természetes. Én azt gondolom, hogy a ti munkátok most pontosan arról kell, hogy szóljon, hogy itt ne azt számítson, hogy ki melyik iskolából jön, hanem az, hogy tudjatok együtt gondolkodni, együtt kitalálni újabb és újabb programokat, és ott azon belül pedig nagyon jól érezni magatokat, hiszen hát ez a cél. Ez teljesen nyilvánvaló, igen. Nos, hát akkor szívből kívánunk nektek egy nagyon szép verébbavatót, vagy nem is tudom, szépet, vagy vicceset, vagy mi legyen a jelző, ami ezt illeti. Minden esetre az, hogy jó sokan legyetek, és mindenki, aki ott van, az legyen nagyon lelkes és aktív, és nektek pedig sok sikert. Köszönjük szépen! Nos, kedves nézők, mielőtt azt gondolnák, hogy totálisan megbolondultam, nem, csak próbálok egyfajta összhangot találni, ugyanis, hogy a sminket vagy a ruhát találjuk ki előbb, az végülis teljesen mindegy, az a lényeg, hogy az összhang meglegyen. No, de lássuk, hogy mit érdemes akkor fölvenni egy halloweeni bulira. Hát én most itt szerintem a bőség zavarától mindent megpróbáltam magamra húzni, de hogy igazándiból mi az, ami a legnagyobb divat mostanság, azt Kunni Nagy Katalin szerintem sokkal jobban tudja nálam, és ugye, Katika, nem csak én vagyok így ezzel, ne. Hogy mindenki megőrül, amikor bemegy az üzletbe, és mindent szeretne kipróbálni. Igen, hát a legegyszerűbb dolgoktól indulunk, és akkor mindig a legőröntebb dolgoknál kötünk ki. De a legegyszerűbb az mindig a boszorkány, vagy az ördög, vagy még angyalka is szokott lenni, de a legijesztőbb azok a zombik szoktak. Igen, ő egy húsvér figura, de direkt nem engedtük meg, hogy beszéljen, mert lehet, hogy a lelkének a rosszabbik oldala jön neki ennek a jelmeznek a viselésekor. Izgalmas, és egy hátborzongató dolog tényleg fölvenni ezeket a jelmezeket. Megfigyelhető, hogy esetleg maga az emberek karaktere is hirtelen elkezd megváltozni, amikor bebújnak egy ilyen jelmezbe? Teljesen megváltozik. Újra gyerekek lesznek, mert általában felnőttek azok, akik inkább bevállalósabbak, de a gyerekek körében meg mindig inkább az ijesztő megy. A felnőttek szeretik, hogy inkább elegáns legyen, jól érezze benne magát, azért szép is legyen, ne legyen annyira csúnya az a valami, amit fölvesz, és azért szeret, hát mivel ugye a hölgyek, azok szépen szeretnek kinézni. Na, a férfiak azok általában mindig a lehető legrondább dolgokba bújnak bele. Végre szabadon lehetnek undorítóak igen, a pasik. Igen, és nagyon sok hangsúlyt fektetnek arra, hogy a körítés is olyan legyen, mint tudom, hogy elmennek egy Halloween partira, akkor mit tudom én, az étkészlet olyan legyen, a terítő olyan legyen, a dekoráció olyan legyen. Ilyen tökös, vagy halálfejes. Halálfejes, vagy éppen mint vörös bort isznak, mert az olyan, mint a vért innának. És akkor minden ilyen apróságokra odafigyelnek. Igen, most erről eszembe jutott tényleg, hogy mi gasztronómiáról is beszélünk majd, de akár mindenféle kísérteties és egyben undorító dolgot Igen. is föl lehet ilyenkor tenni az asztalra. Van-e különbség egyébként a halloweeni és a farsangi partik között, mondjuk a jelmezek kínálatában? Hát a kínálatban annyira nincsen, az igényben van inkább különbség. Halloweenra kifejezetten azokat, ami karakteres, ami nagyon ütős, és nagyon ijeszt, és tényleg olyan, ami a másiknak nincsen, azt szeretik. Hát ugye a farsang az egy kicsit lágyabb, az egy kötetlenebb dolog. Itt most hozták különböző kisebb dolgokat is, tehát akár már magára a halloweeni cukorgyűjtésre is föl lehet készülni. Ezt is lehet mondjuk kölcsönözni, akár ilyen kis vödröcskéket, nem is tudom, mit kölcsönözni is lehet, meg is szokták vásárolni egyébként, de a poharakat is, ezek a poharakhoz például külön szalvéta, evőeszközök, tányérok, asztalterítők, kis szellem figurák vannak, amit hogyha fölrakunk, akkor az úgy zsebdes, meg Halloween tökös lampionok például, vagy kislámpák, gyertyák, ilyesmik, ezek megtalálhatóak. Érdekes, mert mi most például ugye a sminkekben is azért próbálkozunk egy kicsit a lágyabb vonalra, hogy nehogy a gyerekek megijedjenek, de hát az ilyen halloweeni bulikon ugye a gyerekek ott vannak, ők is jelen vannak, sőt, élvezik is azt, hogy kísérteties jelmezekbe bújnak. Például ilyen műsebek, meg ilyenek is kerülnek mondjuk kikölcsönzésre?
A műsebek azok általában megvásárlás, amivel ugye azok a bőrrel érintkeznek, és azokat, ha egyszer használják, ugye azt nem lehet nyilván egy másik emberre fölrakni. Az csak kizárólag, meg olyanok, amik a szájba kerülnek, mit tudom én, a műfogak, a világító fogsorok, hasonlók, ezek mind-mind csak megvásárlásra. Hát igen, elég kellemetlen lenne egymás után pakolgatni ugye a fogakat. Látunk viszont olyan maszkokat, például itt az asztalon, de meg is mutatom, ami most egyelőre ugye egy kicsit ki van tömve, tehát ugye ezt föl kell venni. Mennyire kényelmesek ezek, és hány órát bír ki valaki egy ilyen jelmezben vagy maszkban? Hát az én meglátásom szerint ez abszolút nem kényelmes, de itt a cél érdekében mindent szeretnek kipróbálni. Ezt úgy szokták csinálni, fölveszik, és talán föltolják a fejükre, és akkor utána már lehet bulizni. Gondolom, hogy ti abszolút próbáljátok követni a nemzetközi trendeket, vagy inkább itt ugye az Egyesült Államokban van itt ennek az ünnepnek a legnagyobb hagyománya, és magának ennek a partinak is. Mik azok a jelmezek, amire mondjuk mostanában fáj a fogatok, vagy készültök beszerezni, vagy már tudjátok, hogy mondjuk az amerikaiaknál nagyon szeretik? Hát már úton van. Uh-huh. Ez a Joker film, a legújabb Joker film. Erre már most igény is van. Többen jelezték már, hogy szeretnék. Akkor, amit az asztalon szerepel, ez a bohóc, az, ami ugye a gyerekek ellopja a gyerekeket, ennek ellenére mégis a gyerekek szeretik ezt a filmet. Szóval ez olyan fura kettőség. De ezen kívül minden, a vámpírok általában, amik igen, mennek. Igen, akartam még kérdezni, hogy ha most én nem bújok ebbe a vámpír cuccba, akkor én egyébként valami macskásban gondolkodtam, mert hát ugye ezek az állatok, mint a holló, a fekete macska, ami szintén ugye a boszorkányhoz hozzátartozik, a pók, az előbb itt magamra tettem, de már lemászott rólam, tehát ezek is mind azt gondolom, hogy megjelennek a jelmezekben is. Nagyon ritkán. Ritkán? Nagyon ritkán, még fekete macska csak-csak, de a többit azt nem nagyon. Na, nem. Hát akkor szerintem valahogy úgy kell ezt elkezdeni, hogy az ember bemegy, aztán hagyja, hogy megszólítsa őt egy jelmez. Mi most nem szólítjuk meg a jelmezbe bújt kollégáinkat, de majd utána adás után meginvitáljuk, vagy megkérdezzük őket, hogy mennyire változott meg a személyiségük, félek, hogy nagyon, de ez majd később kiderül. Hát kedves nézőink, nincs Halloween tök faragás nélkül, a Weekend második részében többek között ezzel is térünk majd vissza önökhöz, érdemes lesz velünk maradni.